Duplájára nőtt a cigaretta csempészet 2 év alatt Magyarországon, szinte pontosan azóta, amióta megnyíltak a nemzeti dohányboltok. A Dohányipari Befektetők Szövetsége és a Philip Morris magyarországi képviselete először fogott össze a Nemzeti Adó és Vámhivatallal. Egy figyelemfelkeltő kampányt indítanak a fekete kereskedelem ellen. Szerintük az illegális cigarettaforgalom tovább nőhet, ha bevezetik az új trafik törvényt és a különadót. Török Réka összeállítása. A dohányzás káros az egészségre, jelentős társadalmi költségei vannak. Mi többször elmondtuk azt, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a dohányzást Magyarországon visszaszorítsuk. Az igaz, hogy dohányosból kevesebb van. 2012-höz képest 8%-kal csökkent a cigarettázók aránya. 2012-ben még 28% gyújtott rá naponta, 2013-ban csak 19%. Alkalmi dohányosból több lett, viszont többen szoktak le. Dohányzás miatt viszont körülbelül ugyanannyian vesztették életüket, mint pár évvel ezelőtt. A nemzeti dohányboltok rendszerét több mint 1 éve vezették be. Az jól látható, hogy a dohánytermékek jövedéki adójából befolyó bevétel 2012-höz képest jóval kevesebb. Akkor 345 milliárd forint volt, most csak 215 milliárd. A feketén vásárolt cigaretta mennyisége megugrott, nagyrészt a 10%-os kereskedelmi árrés miatt. A múlt évhez képest pedig folyamatosan emelkedik a cigaretta csempészet aránya Magyarországon. Most a Dohányipari Befektetők Magyarországi Szövetsége és a Philip Morris Magyarországi Képviselete először fogott össze a Nemzeti Adó és Vámhivatallal a fekete kereskedelem visszaszorítása érdekében. Ráadásul jön az új különadó, az úgynevezett rendkívüli egészségügyi hozzájárulás. A Philip Morrisnak több mint 6 milliárd forintot, a BAT-nak 3-at, az Imperial Tobacco-nak pedig több mint 1,5 milliárdot kell majd fizetni. A kormányhoz közel állónak tartott Continental viszont néhány 10 millióval megúszza. Ami a magyar céget illeti, én ezt egyáltalán nem tekintem problémának. Hát ha ön azt kéri rajtam számon, hogy miért egy magyar cég kerül, vagy miért több magyar cég kerül kedvezőbb helyzetbe, én, mint a magyar kormány gazdasági minisztere, ennek csak örülni tudok. Én azt gondolom, igen, helyes gazdaságpolitikát folytatunk akkor, hogyha megpróbáljuk a magyar kis- és közép- vagy nagyvállalkozókat támogatni és segíteni. Erről a Philip Morris vállalati kapcsolatok igazgatója másként vélekedik. Közel 6,3 milliárd forintos hozzájárulást kell fizetnünk, amely teljes egészében eltörli a ez évi és a következő legalább 3 éves eredményünket is. Súlyosnak gondoljuk, és úgy gondoljuk, hogy az iparág többi szereplőjére való hatása is jelentős. Az új különadó azt is jelenti, hogy még drágább lesz a cigi, ami ismét a fekete piac felé tereli a dohányosokat. Emellé pedig jön a második trafik törvény. Az új rendszerben a kormány várhatóan verseny nélkül választ majd ki egy kiskereskedelmi ellátót, nagy valószínűséggel ugyancsak a Continentalt, amely 2015 májusától beékelődik a nagykereskedők és a trafikok közé. Úgy gondoljuk, hogy ha az abban a formában valósul meg, akkor ez is egy extra terhet ró az iparágra, amely súlyos terhek keretén belül foglalkoztatási és ellátásbeli problémákat okoz, és a mai sajtótájékoztató téma alapján úgy véljük, hogy nagyban hozzá fog járulni a fekete kereskedelem további erősödéséhez Magyarországon. A koncesszió feltételei a következők. A pályázónak 15 éves dohánykereskedelmi múlttal kell rendelkeznie, soha nem lehetett 500 ezer forintnál nagyobb köztartozása, és 2005 óta nem kaphatott 20 millió forintnál nagyobb összegű büntetést. Mindezeknek pedig csak a Continental felel meg, az a cég, amelyiknek a tulajdonosa, úgy hírlik, Lázár Jánossal ápol jó viszonyt. Török Réka, Hír 24.